Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Múlt héten megjelent az új kormányrendelet, jelentősen szigorítják a mobil használatot az iskolákban. Hamarosan jövünk a részletekkel, de előtte mutatjuk a teljes mai kínálatot. Terjed a szamárköhögés. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is jelentettek beteget. Új kormányrendelet, szigorítják a mobil használatot az iskolákban. Pörög az albérletpiac. Érdemes néhány fontos szabályt betartani. Emelkednek a bírságok, többet kell fizetni a jövőben a gyorshajtásért. Gyorsulva terjed a szamárköhögés, már minden vármegyében van regisztrált beteg. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből kiderült, hogy az egyik legfrissebb esetet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből jelentették. A szakemberek felhívják a kismamák figyelmét, hogy érdemes emlékeztető oltást adatni, mert az az újszülöttet is védi. A témáról dr. Újhelyi János kérdeztük. A magyar védőoltási rendszernek köszönhetően nincs szamárköhögés járvány, a betegség szorványosan fordul elő, de a jelenlegi adatok szerint gyorsulva terjed. Európa néhány országában, például Ausztriában, Dániában és Norvégiában már 2023-ban megkezdődött az esetszámok emelkedése, hazánkban viszont csak 2024. 20. hetétől. Július közepéig országosan összesen 153 szamárköhögés gyanús megbetegedésre érkezett bejelentés a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz. A laborvizsgálatok eddig 65 esetben megerősítették, 34 esetben viszont nem támasztották alá a klinikai diagnózist. A legveszélyeztetettebb korosztály az újszülöttek és a csecsemők. Azért, mert ők védtelenek és még nem kapnak oltást. 2 hónapos korban megkezdődik az a oltási sorozat, amivel több oltáson keresztül védetté tudjuk tenni a csecsemőket. Ugyanakkor meg nem az egyedüli korosztály, aki veszélyeztetett, mert ugyan a népesség át van oltva ezzel a betegséggel, ezzel a védőoltással, de ezeknek a védettségi tartalma korlátozott, és bizony 5 évenként megjelenik a világon, Magyarországon is ez a betegség, és most sajnálatos módon még halálesetekkel is jár, és ugye azok az egyének, akiknek a védettsége valamilyen oknál fogva csökken, például mert idősek, mert legyengültek, azok épp hogy ki vannak téve. Csak mivel egy picit mégis védettek, mert valamikor megkapták az oltást, nem olyan súlyos a lefolyás, mint a csecsemőknél. Tehát a legveszélyeztetettebbek a kis újszülöttek, 2 hónapos korig, újszülött kora csecsemő, meg az idősebb korosztály. Én azt gondolom, hogy a nagyon pici gyerek, ha elkezd tartósan köhögni és zihál, akkor nem csak amiatt, hogy a szamárköhögés lehetősége felvetődik, hanem a kora miatt az azonnali orvosi segítséget igényel. Tehát itt nem kérdés, hogy mikor, azonnal. A felnőtteknél, függetlenül attól, hogy milyen korúak, az is, hogyha elesettebb, tartós az a köhögés, a józan ész miatt utána kell járni, hogy a mögött mi van. Természetesen nem mindig szamárköhögés van, de olvastam olyan cikket, hogy igenis a felnőttkori lakosság tartós köhögésének körülbelül 10-nehány százaléka mögött lehet a szamárköhögés kórokozója, és ugye az egyik jellemző tünete a kóros és tartós köhögés. Na de azért, bocsánat, nem ebből áll a betegség, ettől még nem lenne semmi baj, hát ez egy nagyon súlyos bakteriális fertőzés, ami önmagában is veszélyezteti, kimerül a szervezet, a nagyon erős köhögés a pici gyerekeknél, meg jön a szövődmény. Tehát emiatt sajnos még halálesetek is előfordulnak. A haláleset a legvégső szövődmény, de előtte sok mindent megtapasztal az, aki szamárköhögésben szenved. Ez egy bakteriális fertőzés, ami elszaporodik a szervezetbe, a tüdőt betegíti meg, és hát ugye, ha például egy laboratóriumi vizsgálat történik, akkor a normális 6-8 ezres fehérvésejtszám helyett 100 ezres nagyságrendű fehérvésejtszám. Ez a laboratóriumi háttér. És a szövődmény pedig még egyszer az, hogy a tüdőszövete, főként a hörgő körüli kötőszövet begyullad, a gázcserét rontja annyira, hogy nincs légzés,
és nem kap elég oxigént a szervezet, és az intenzív köhögés miatt pedig a kimerülés okozta szívelégtelenség is kiváltva, meg a kis csecsemőknél azt mondjuk latinul apnoé, légzés kimaradás következhet be, és egyszerűen megfullad a gyermek. Tehát itt semmifajta nagyon banális dolog nem várható, ha valaki nem kapott oltást, és 2 hónapon belül elkapta. Rögtön mondom, hogy ez nem törvényszerű, hogy így legyen, mert a Népegészségügyi Központ időben felfigyelt ezek a világszerű tendenciára, és az orvosok már több mint 1 hónapja kaptak körlevelet, hogy figyeljenek a dologra, meg hát van nekünk könyvünk, meg előírásunk, hogy mikor mit kell csinálni. Tehát a kollégák, főként aki alapellátásban dolgozik, tudja, mi a teendője, és ugye tudja azt, hogy mikor mit tenni kell tenni. A szülőknek meg azt szeretnénk mondani, ne késlekedjenek a csecsemők védőoltásával, mert sokszor van az, hogy picit náthás, pici ez, pici az, és nem kapja meg, a 2 hónapos is, ha több időt csúszik, akkor ugye ott van a veszély. A nagyon picik, akik még nem adhatunk oltást, pedig úgy védhető, hogy az anyuka, aki terhes, az utolsó három hónapban megkaphatja a védőoltást, nem kell tőle félni. Ugyanígy az influenzát is megkaphatja, az influenza oltást, csak valamilyen miatt félnek a kismamák. De ebben az esetben a gyerek élete van, és semmi baja nem lesz az anyukának, és a magzat meg védetten születik. Még az is fontos, hogyha valaki gyanús, hogy köhétsel, meg egyáltalán, vagy a környezetében ilyen beteg volt, ne látogassa az újszülöttet. Tehát, hogy nagyon fertőz. Körülbelül olyan a átadási képessége, mint a kanyarónak, már pedig a kanyaró úgy tanították nekünk az egyetemen, hogyha bemegyek egy szobába, és van egy kanyarós, és ott egy fogékony gyerek bemegy, akkor már el is kapta. Tehát körülbelül ilyen a szamárköhögés is. Tehát lehet védekezni ellene, óvatosnak kell lenni 2 hónapos korig, utána gyorsan megadni a védőoltásokat, és az állam már most gondoskodott arról, hogy föl lehet írni védőoltást az idősebbeknek, akik kiválthatják ezt és megadni. Szerintem még ezt az állam majd segíteni is fogja, és a terhesek meg ne féljenek beadni, mert a pici babujukat védeni fogják. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a hatóság folyamatosan monitorozza. Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely az iskolai telefonhasználatot fogja rendkívüli módon lecsökkenteni. Az új szabályok már szeptember első napjától érvényesek lesznek. Hogy melyek az okok, amelyek indokolták a változtatást, és hogy mi is változik pontosan, arról Iszák Tibort, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnökét kérdezem. Jó estét kívánok, alelnök úr! Köszönjük szépen, hogy itt van nálam. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm is a televízió nézőit. Na kezdjük először ott, hogy üdvözlik-e a pedagógusok ezt az új törvényt, amely szeptember 1-től akkor már életbe lépbe kell tartani. Alapjában véve, igen, természetesen volt felmérés, kutatás ezzel kapcsolatban, és több mint 54% a vezetőknek, illetve a pedagógusoknak nagy százaléka támogatja a mobiltelefonnal kapcsolatos korlátozásokat, illetve ami nagyon érdekes, a szülők voltak azok, akik indították ezt a korlátozásnak a beindítását. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos előremutató rendeletről van szó, tehát a jogalkotó hozott egy olyan döntést, amit majd nekünk az alkalmazás közben be kell tartanunk, szülőknek oda kell figyelni. Egy elég komoly össztársadalmi összefogást kell majd, hogy elindítson. És azt vallom, hogy mint minden másnál is, ugye a puding próbája lesz az evés. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez majd későbbiek során alakul, módosul és változik az optimális irányba. Akkor ezek szerint az volt a tapasztalat, hogy tényleg nagy problémát jelentett az, hogyha bevitték a mobiltelefont az iskolába a diákok? Igen, voltak olyan szituációk, olyan esetek, amikor személyiségi jogokat, illetve olyan dolgokat csináltak a diákok, ami esetleg nem a tanórával kapcsolatos zaklatások, felvettek videókat, de
mindenféleképpen nem a tanulás támogató eszközként használták. Saját hatáskörben, ha jól tudom, eddig is elvehették, tehát volt olyan iskola, aki el is vette ugye a mobiltelefont. Most akkor ez a saját hatáskör, akkor ennek megfelelően megszűnik. Természetesen szerintem minden iskolában házirenden belül rendelkeztünk, meg rendelkeztek a vezetők, illetve az iskola maga a mobiltelefon, illetve a készülékek használatával kapcsolatosan. Innentől kezdve ez egy kicsit jogvesztetté válik, mert ez kötelező jellegű lesz betartani. Itt leginkább szerintem majd az lesz egy kicsit nehézkes, mikor be kell szedni, illetve hogy hogyan fogjuk ezeket a mobilokat tárolni. Tehát itt elég komoly humán erőforrás, illetve infrastruktúrális beavatkozásokat kell szerintem egyes intézményeknél foganatosítani. Nem vagyok benne biztos, hogy erre most kellőképpen fel van készülve minden iskola. Mert ugye egyébként két kategória is meg van határozva ebben a bizonyos rendeletben, az, hogy a tiltott tárgyakat, tehát hogy vannak tiltott tárgyak és korlátozottan használható tárgyak. A korlátozottan használhatók akkor jelesül a mobiltelefonok, igen. A tiltott tárgyak azok pedig például a... Szóróvágó. Ennek a rendeletnek van 5 pontja, és azt gondolom, hogy az első pont az evidencia, az nem jelenthet problémát. Második, harmadik, negyedik pontban vannak kérdőjelek egy kicsit az emberek, illetve a részvevőknek a... Ezek a szúróvágó eszközök? Nem. Ez már mobil, a második pontja a rendeletnek, ez már kimondottan a mobil, illetve az okos készülékekre vonatkoznak, amivel kapcsolatban természetesen azt valami én is, illetve a pedagógus karnak az a vélemény, hogy a figyelem elterelésére alkalmas eszközök nem valók a tanórára. És ezek a készülékek, ez tetszik, nem tetszik, annyira fejlett a technika, az informatik eszközök már, hogy akár egy órán is lehet ezt alkalmazni, és sajnos biztos, hogy előfordult sok esetben olyan, hogy a tanórán a diák nem figyelt, hanem TikTokozott, vagy bármilyen más olyan alkalmazást használt, amit az okostelefonján, vagy esetleg az óráján tudott eszközölni, és ez mindenféleképpen arra irányul, hogy nem odafigyel, ahova kellene ennek éppenséggel. Említette meg azért, beszéljük ki, hogy ez hogy fog a gyakorlatban megvalósulni, azt mondjam, hogy még egyenlőre nincs kikristályosodva. Nem véletlenül hoztam be azt a másik kategóriát, a tiltott tárgyakat, mert hogyha nem szabad tiltott tárgyakat kés vagy szúróeszköz bevinni, akkor ez már majd, hogy nem azt jelenti, hogy szinte ahogy bemegy az iskolába, már kellene egy biztonsági őr, aki megbotozza a fiatalokat, majd, hogy nem. Szóval, tehát akkor hogyan lehet ezt megvalósítani? Értem. Az intézményekbe való belépést ugye a szervezeti működési szabályzaton belül a házi rend is rögzíti. De most ez a rendelet és e rendelet mentén, ha fogunk dolgozni, akkor biztos, hogy az igazgatók, illetve a felelős vezetők valakiket az intézményen belül meg fognak bízni ezekkel a feladatokkal, és ezeknek a feladatoknak az ellátása jelent szerintem egy kis többletterhet, vagy nem kis többletterhet, illetve ezeknek a készülékeknek ugye a beszedése, illetve tárolása jelent majd szerintem nagyobb problémát, illetve felelősséget, mert vannak itt azért egymilliós, másfél milliós készülékek is a diákoknál, a srácoknál, és hát ez azért elég komoly odafigyelést igényel szerintem. Nem akarok vészjósló lenni, de biztos lesznek majd problémák ezzel kapcsolatban, és erre mondtam azt, hogy erre még azért nem vagyunk felkészülve. Erre mondtam azt, hogy fontos ez a jogszabály, mert valamire felhívja a figyelmet és rögzíti, viszont mi azt gondoljuk a pedagógus kar részéről, illetve én jó magam is, hogy lehet, hogy jobb lett volna egy kicsit ezt szélesebb körbe elemezni, illetve kutálkodni. Lehet, hogy nem lett volna rossz esetleg megnézni, hogy korosztályosítva. Én azt gondolom, hogy és biztos vagyok benne, hogy a szülők nagy része is, meg a kutatók nagy része is alátámasztja azt a mondatomat, hogy 12 éves korig én ezt abszolút nem is támogatnám. Mármint a mobiltelefon használatát. Igen. 12 éves kor után pedig el kellene kezdeni kinyitni
ennek a lehetőségét, megtanítani őket, hogy hogyan kell használni az egyéni és a társas céloknak megfelelően, úgyhogy az a hasznunkra váljon. Mert az, hogy most pörgetjük itt a különböző alkalmazásokat, illetve egymásnak csetelgetünk és nem beszélünk, nem a kommunikációt fejlesztjük, nem a társas kapcsolatokat, az természetesen meg kell tanítani, meg kell tanulni a gyerekeknek. Azt viszont nem tehetjük meg, hogy a ma, illetve a holnap világában nem tudjuk, hogy milyen infokommunikációs eszközök lesznek, vagy hogyan fogunk még kommunikálni, hogy azt viszont ne használják. Ez egy ilyen éles pengelyélen való táncolás lesz szerintem, és emiatt gondolom én azt, hogy le kellene ülni nagyon sok területen szülők, pedagógusok, kutatók, én még akár egy kutatói szinten is bevonnám a dolgot, mert ugye, ha egy kicsit valahogy kitekintünk Magyarországon kívül, azért azt már halljuk az információk alapján, hogy Nyugat-Európában, illetve a fejlett országban, Svédország, Dánia, ott már igen nem csak seprik kifelé ezeket az eszközöket, mert rájöttek, hogy amennyi hasznot hozhat, annyi kárt is csinál, és ezt meg kellene tanítani a diákokkal. Sok pedagógus módszer tanába is be van építve a mobiltelefon használata, és ha jól tudom, akkor a törvény azért tesz kitételeket, tehát hogy ezekben az esetekben lehet használni akkor a mobiltelefon. Igen, vannak lehetőségek, hogy adhatunk vezetők is, illetve pedagógusok bizonyos szituációkban mentességet, mikor kimondottan tanítási célokra használjuk, illetve tanítási eszközként is használják. Nagyon sok alkalmazás van, igen, amikor feladatbankot használ a gyerek, vagy kidobnak egy feladatot a kollégák, és akkor az alapján pillanatok alatt tudnak teljesíteni a diákok, főleg a Covid alatt volt ez nagyon jó dolog. És azt gondolom, hogy azért kellene megtalálni ezt a helyes arányt, hogy hogyan és mi módon tudjuk ezt majd a felnövekvő nemzedéknek úgy beépíteni a tanulási időszakába, illetve a tanuláson kívüli életrendjébe, hogy ez kimondottan inkább hasznos legyen. Ha van egy törvény, akkor azt be kell tartani, és hát ahhoz pedig ugye kapcsolódik a büntetés is. Tehát ugye akkor beszéljünk egy kicsikét a másik oldaláról, mi van, ha mégis beviszi a diák. Természetesen behozni behozhatja, csak azt ugye el kell venni, ugye, mert nem csak tanórán nem, hanem a szünetekben sem használhatja. Hát ugye ezt a pedagógusoknak komoly feladata lesz, ezt hogyan fogjuk majd úgymond betartani, ellenőrizve, és hogyan kezelni. Én azt gondolom, hogy, és ezt is engedjék meg, egy saját példát hozzak az iskolámból, nálunk az utóbbi két évben ebből abszolút nem volt már probléma. A gyerekek letették egy kis fakba a tanári asztalra, és nem volt órán ebben probléma. Itt a szünetekben lesz szerintem majd egy kicsit esetleg komolyabb gond, vagy pedig feltételezem, de én azért bízok a diákokban, hogy nem fognak visszajelni ebben a dologgal, hogy most beteszek egy telefont, és közben másikat használok, vagy ilyen apróságok elő fognak biztos felrülni. És akkor egy másik kérdés, hogyha a tanárnak kell ellenőriznie a mobiltelefon használatot, és mondjuk mégsem ellenőriznie, akkor a tanárt ellenőrzi-e valaki, vagy számon kérje valaki? Ez egy, igen, egy érdekes folyamatot indíthat el. Én alapvetően nagyon optimista vagyok ebben a dologban. Én mindig a környezetem és a saját példáimmal szoktam ezt igazolni, tehát a bizalom nagyon fontos. És ugye mikor valamit jogszabályban meghatározottan törvények korlátoznak, vagy segítenek, azt nem kell megmagyarázni, azt be kell tartani. Én azt gondolom, hogy ennek a rendeletnek lesz egy nagyon fontos és komoly emberi oldala, hogy hogyan fogjuk kezelni, és hogyan fogjuk bizalommal kezelve betartani. És nagyon fontos az, hogy mi pedagógusok, hogy tudjuk ezt majd, illetve nem csak pedagógus, sok, hogy fogják tudni majd a szankciókat alkalmazni, illetve a szankciókat majd elindítani. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon köszönöm szépen. Érvényes és részletes bérleti szerződés, pontosan rögzített feltételek. Számos szabályra hívják fel a figyelmet az otthon szakértők és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a lakáskiadással kapcsolatban. Az albérlet piacnak ilyenkor van csúcs szezonja, ezért is fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyenek a legfontosabb tudnivalókkal.
Csúcs szezonja van a kiadó ingatlanoknak. A piac augusztusban és szeptember elején tetőzik. Ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat vagy lakást. A kereslet a felsőoktatási ponthatárok megjelenésével indul meg jelentős mértékben. Szeptemberre pedig megcsappan a kiadó albérletek száma. Éppen ezért fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyenek a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályaival. Az első és a legfontosabb az, hogy kérjük le a tulajdoni lapját annak az ingatlannak, amit ki szeretnénk bérelni. Ezt megtehetjük ügyfélkapun keresztül, évi 2 ingatlan adatlapja ingyenesen elérhető bárki számára, hiszen a tulajdonosok ott rögzítve vannak. Nem biztos, hogy az a tulajdonos van előttünk, aki egyébként a tulajdonos, vagy többen vannak tulajdonosok, és azért érdemes mindegyikkel beszélni a bérlésről, és a bérleti szerződést ennek megfelelően megkötni, illetve bátran el kell kérni a személyi igazolványát a főbérlőnek. Itt ebben a városban nem jellemző, de nagyobb városokban volt már olyan, hogy a bérlő próbálta továbbadni az ingatlant bérbe, úgyhogy erre nagyon oda kell, sarkalatos pont, hogy a tulajdoni lapot ellenőrizzük. Az otthon szakértő szerint minden esetben írásban kell rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, amely minél részletesebb, annál jobban védi a feleket. Nagyon fontos, hogy egy olyan bérleti szerződést kössenek a felek, ami minden pontra kitér, kitér a kaucióra, kitér a bútorzatra, kitér arra, hogy egy vagy két bérlő lesz, kitér arra, hogy ki fizeti a rezsit, azt elszámolás alapján fizetik, tehát ilyen havi beolvasás alapján vagy általány alapján fizetik. Fontos az, hogy a közös költséget, a várható karbantartásokat kivállalja. Fontos lehet az is a társasházak esetében, hogy az ingatlanra ugye van társasházi közös képviseleti közös biztosítás, de az ingóságokra is térjünk ki, hogyha valamilyen gond, probléma van, akkor az ne érje érzékenyen a bérlőt. Tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy benne legyen a kauciónak a mértéke, a kauciónak a bérrel az az ideje, hogy mondjuk 2 hónap vagy 1 havi kaució, és hogy ezt az 1 vagy 2 havi kauciót ezt le lehet-e bérelni, hogyha a bérleti szerződés megszűnik. Fontos lenne az is, hogy határozott időre kössük meg a bérleti szerződést. A havi lakbér kifizetését mindenképpen dokumentálni kell. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A szakértő szerint bútorozott ingatlan esetén érdemes dokumentálni az ingóságok állapotát is. Minden egyes bútort fényképezzünk le, hogy milyen állapotban vettünk át. Hogyha műszaki hibás a hűtő vagy a mosógép, akkor nem feltétlenül kell kivenni ezt az albérletet, vagy le kell írni, hogy ezt meg fogjuk javítani. Hogyha nem utalással fizetjük ki az albérleti díjat, hanem készpénzben, akkor kérjünk a főbérlőtől egy átvételi elismervényt, mert ezek nagyon fontosak, és a későbbiekben gondot okozhat. A lakáskiadás szabályaival kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményt is kiadott a közelmúltban. Többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakáskiadáshoz nem kötelező adószámot kiváltani. Ha a bérbeadó magánszemély és nem turisztikai céllal adja ki az ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A teljes bevételéből a jövedelem 2 módon állapítható meg. A tételes költségelszámolással a bevételt csökkentik az igazolható költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség pedig, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%. Utoljára tavaly szeptemberben drágult a gyorshajtás, amikor a korábbi 30 ezer helyett 39 ezer forintról indult a sebesség túllépéssel járó bírság minimum összege, ami mostantól 50 ezer forintra emelkedik. A kiszabható legnagyobb büntetésnél is óriási ugrás következik. Az eredetileg 300 ezer, majd a tavalyi emeléssel 390 ezer után most 468 ezer forintra nő az összeg. Augusztus közepétől a behajtási tilalom megsértésének, a vezetés közbeni telefonálásnak vagy a biztonsági öv használatának elmulasztása esetén is nagyobb a bírság összege. A büntetés mértékének minden esetben van visszatartó ereje, hangoztatják a szakemberek. Az autóval közlekedőknek most már még inkább érdemes betartani a KRESZ szabályait.
Mérlegelni kell például, hogy valaki beálljon-e egy mozgáskorlátozott helyre vagy sem. Ez ugyanis akár 156 ezer forintba is kerülhet ezen túl. A szabálytalan megállásnál azonban nem egységes a csekken szereplő szám. Megállni tilos táblánál 15.600-tól 31.200 forintig, mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen jogosulatlan várakozásnál 65.000-től 156.000 forintig, autópálya vagy autóút úttestén vagy leállósávjában 32.500-tól 65.000 forintig, kijelölt gyalogos átkelőhelyen 39.600-tól 78.000 forintig, az úttest kereszteződésétől 5 méterre pedig 26.000-től 52.000 forintig szabhat ki bírságot a rendőrség. A vezetés közbeni telefonálás pedig 52.000 forintba kerül. És érdemes jobban odafigyelni az elsőbségadás szabályaira is. Eddig is oda kellett volna figyelni az állampolgároknak arra, hogy a gyalogátkelőhelyen megadják a kívül gyalogos átkelőhelyen a gyalogosoknak az elsőséget, akár a kanyarodási szabályok betartása mellett, mint kanyarodó járműt is az elsőség megadására vonatkozó szabályokat betartsák. Mivel nagyon sok balesetünk is történt az elmúlt időszakban is, itt a vármegyében sajnos az elsőségi jog meg nem adása miatti balesetek száma a jellemző, a legmagasabb számot tükrözi, gyakorlatilag a bekövetkezett személyisérüléses baleseteknek majdnem 30%-a. Ebből adódott. Ez általánosságban a különböző táblákból, táblák hatály alatti megsértéseket takarja gyakorlatilag, de bármilyen más, ami az elsőségre vonatkozik. Jellemző sajnos a gyalogátkelőhelyeken, hogy nem adják meg az állampolgároknak az elsőséget, és illetve a várakozási és a megállási szabályokat sem tartjuk be általánosságban a vármegyében. A lejárt műszaki után is többet kell fizetni, ha 3 hónapja járt le, még valamivel több mint 30.000 forintból megúszta az autó tulajdonosa a büntetést, ha viszont 1 évnél régebben járt le, akár 94.000 forint is lehet a bírság mértéke. És a drágulásnak itt még nincs vége, szinte folyamatosan emelkednek a tételek. Augusztus 16-ától a egyes fix bírságok esetében is változás fog bekövetkezni. Itt példaként gyakorlatilag a gyorshajtás, a sebesség túlépésnője esetében, a biztonságjöv használatának elmulasztása esetében, vagy akár egy tilos jelzésen történő áthaladás esetében is jelentős emelkedést fognak tapasztalni azok, akik elkövetik ezeket a szabályszegéseket. Nemrég egy kiugró gyorshajtást fogott meg a rendőrség. A fiatal ember a megengedett 90 helyett 178 km/órával ment. Megkapta érte a büntetőpontokat és a pénzbírságot is. Augusztus közepétől ez utóbbinak értéke 312.000 forint. A rendőrség arra kér mindenkit, ne azért tartsák be a szabályokat, hogy elkerüljék a büntetést, hanem azért, hogy elkerüljék a baleseteket. Mindenkit hazavárnak. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új műsorra, a legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Viszontlátásra!